Az újabb 11%-os novembertől hatályos rezsicsökkentésről tartottak fórumot fideszes politikusok Gödöllőn. Vécsei László országgyűlési képviselő elmondta, 23 ezer rezsicsökkentést támogató aláírás gyűjtöttek össze a térségben. Budai Gyula vidékfejlesztési államtitkár arra utalt, összesen már 20%-os rezsicsökkentés valósul meg. A rezsicsökkentés olyan gazdasági érdekeket sért, nagy multik érdekeit sérti, akik azonnal mennek is panaszkodnak az Európai Unióba, és mindenféle eljárásokat kezdeményeznek Magyarországgal szemben. És én értem, mert azért Magyarországon a rezsihez kapcsolódó szolgáltatásoknak a jelentős része az nem magyar tulajdonban van, sajnos. Olyan jól sikerült a privatizáció a 90-es évekkel követően, de igazán 94 és 98 között, amikor Horn Gyuláék a villamos szektort és a gázszektort úgy adták el, hogy elő volt írva, és ezek a szolgáltatók és az extra profitjukat költik. Azt a profitot, amit eddig talicskával toltak innen ki. Egyébként minden ágazatban. A gáz, a villamos, a víz. Meg kell nézni, hogy Tarlós István főpolgármester úr hogy küzd a fővárosi vízügynek. Kell Budapesten, és akkor sorolhatnám. Tehát én azt gondolom, hogy valóban nekünk idén is és jövőre is kőkeményen meg kell küzdenünk az Európai Unióval, mert nagyon nehezen tudják ezek a szolgáltatók lenyelni azt, hogy az ő profitjukból, az ő extra profitjukból, mert itt nem is sima profitról van, extra profitról van szó, szóval maradjunk ennyiben, abból a rezsicsökkentés elég jelentős részt elvisz. Tehát azt majd igazán, én nem vagyok közgazdász, majd ezt egy közgazdásznak kell megkérdezni, hogy megnézi, hogy egy-egy szolgáltatánál ez milyen, hogy így mondjam, bevétel csökkenés jelent. De én azért nem fogom őket sajnálni, tehát azért nem fognak éhelni, maradjunk ennyiben. És én azt gondolom, hogy igenis az idei év, az idei hátralevő év és a jövő év valóban az egy harc lesz. Ez egy kőkemény harc lesz a magyar érdekekért, a magyar emberekért. Ha megengedi államtitkár úr, még annyit hozzátennék ehhez, hogy az a privatizáció, ami 95-96-ban történt, az példátlan. Tehát ha európai összehasonlítást teszünk, hogy hol milyenek az árak és relatíve mennyire magasak vagy nem magasak a rezsiköltségek, azt azért el kell mondani, hogy olyan a világon nem volt, hogy a privatizáció címén külföldi, de állami vagy önkormányzati tulajdonú cégek jöttek ide felvásárolni a közműszolgáltatókat, és olyan sem volt, hogy garantált, mert pedig 8%-os profitot biztosítson a privatizáció során a privatizőröknek. Tehát elmondható, hogy ezek a közműszolgáltató privatizációk, ezek nem a magyar lakosság érdekeit szolgálták. Más kérdés, hogy, és erre már válaszolt részben államtitkár úr, hogy miért most jött el az ideje annak, hogy ebben a szektorban rendet csinálják. De egyébként ez nem csak a rezsiharc éve lesz a helykövetkező. Ez ugyanilyen kőkemény küzdelme lesz a devizahitelesekért. Ott is a bankok azok, meg kell nézni, hogy már miket üzengetnek a magyar kormányok. Mert az is egy elhibázott dolog volt. És akkor most lehet visszafele mutogatni, de kérem szépen, akkor Magyarország miniszterelnöke, Medgyessy Péter volt, majd Gyurcsány Ferenc, majd Bajnai Gordon, és egy lépést nem tettek ennek a problémának a megoldásáért. És ez is erre a kormányra maradt, és bárki bármit mond, az elmúlt egyetlen kormány nem tett annyit a devizahiteleseknek a megsegítésére, ez a kormány. Még hogyha ez nem is olyan látványos. Tehát azért azt gondolom, hogy ez a probléma előbb-utóbb meg fog oldódni. És akkor bármelyik területre megyek, mindenhol azt látom, hogy a magyar érdekek minimálisra lettek csökkentve az elmúlt időszakban. Mindenhol ezzel találkozunk. Akár a szolgáltatóknál, akiknek a rezsicsökkentéssel csökken a bevételük, akár a bankoknál, akár a nagy multiknál, mindenkinél, ugye? Tehát kérem szépen, ez a kormány így gondolja, ennek a kormánynak ez a gazdaság filozófiája.